És hát, hogyha az ember megnézi a japán árszínvonalat, mondjuk a japán éttermek árait, nézzünk egy nemzetközileg megfogható indexet, mondjuk a McDonald's menüknek az árát, akkor van olyan terméke ennek az amerikai gyorsétteremláncnak, ami Japánban olcsó, mint Magyarországon, tehát hogy csak illet illusztrálni, hogy a yen azért tényleg olcsóvá vált, így vásárlóerő paritás alapon. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Egy olyan jegybank, aki csak 75-tel emel, egy fejlett piaci jegybank, az tulajdonképpen puhány. Tartson velünk! A világ gazdaságilag meghatározó országaihoz hasonlóan a világ legfontosabb devizájának is története, és történetük által formált karaktere van. A devizák karaktere pedig sok esetben eltér az adott ország vagy országok csoportjának karakterétől, ahol egyébként az adott deviza a hivatalos fizetőeszköz. A világ legfontosabb devizái az elmúlt 70 évben egészen rendkívüli dolgokat mesélnek el annak, aki értő módon figyeli őket. Egymással folyamatos kölcsönhatásban lévő, egymásba fonódó történetük mögött mindig kirajzolódik egy időről időre változó, mégis jól definiálható jellem. Kovács Krisztiánnal, a Concord üzletfejlesztési igazgatójával és Móró Tamással, a Concord vezető stratégiájával a devizák történetének bemutatása kapcsán a jelenükön túlmenően a jövőjüket próbáljuk meg felrajzolni. Én Vidovszky Áron vagyok, a Concord privát banki vezetője. Hello Krisztián! Szia Tamás! Sziasztok! Sziasztok! Nos, bár történetmesélést ígértünk a Felkomban, és készültünk is jó történetekkel, de a napokban olyan sok érdekes eseményt láthattunk a devizapiacokon, amire már tényleg nagyon régen nem volt példa. Mivel kezdjük? Olyasmi történt, amire 24 éve nem volt példa. A 98-as dél-kelet-ázsiai válság óta először Japán interveniált a jen piacán, a jen erősítése érdekében. Ez azért nagyon érdekes, mert egész eddig arról szólt a pénzügypolitikájuk, hogy a lehető legtöbb jent kinyomtassák, ami a csövön kifér, és ultralaza monetáris kondíciókkal kompenzálják azokat a strukturális tényezőket, amik az elvesztegetett évtizedeket okozták. Ehhez képest ma a japán pénzügyminiszternek a nemzetközi ügyekért felelős helyettese bejelentette, hogy interveniáltak, tehát jent vettek a piacon. Nagyon átgondolt lépésnek tűnik, elmondták, hogy nem mondják meg, hogy mennyit vettek, ezt a hó végén fogják elmondani, mindig a hó legvégén fogják elmondani a következő időszakban, hogy mekkora összegből vásároltak ilyent a piacon. Nincs konkrét árfolyam célja, tehát hogy a hedge fundokat ne izgassák föl arra, hogy felvonuljanak bizonyos árfolyam szintekre, csak a vad mozgásokat akarják vele kompenzálni, és úgy gondolják, hogy továbbra is jó lesz ez a lebegő árfolyam rendszer, nem akarnak a fix árfolyam rendszer felé elmozdulni. Önmagában az, hogy ez bekerül a közleménybe, azért egy érdekes komponens. Jó, csináltunk Japánról külön is egy podcastot, de ne induljunk ki abból, hogy mindenki azt hallgatta meg, hogy pontosan minden hallgatónk most képbe van arra, mi történik Japánban. Tehát egy picit lépjünk vissza egyet, hogy miért olyan érdekes ez, ami most Japánban történt ma, szeptember 22-én csütörtökön, amikor fölvesszük ezt az adást. Hát a japán jegybank az egyetlen, gyakorlatilag a nagy jegybankok közül, aki nem lépett a monetáris szigorítás útjára, ugye kisebb-nagyobb tempóval, de azért minden más fejlett ország elkezdett szigorítani és a kamatokat emelni, vagy éppen a mennyiségi a szigorítás programokat bevezetni, tehát hogy csökken a pénzmennyiség. Ugye a japánok ezzel 180 fokos ellentétben lentartják a kamatokat, hozamokat támasztanak be nagyon nyomott szinten, és ugye hiába alacsony a japán infláció, azért amikor a dollár, elsősorban a dollár, de más devizák kamatszintje emelkedik, és a mennyiség is kisebb a világban, akkor ez egy természetes felértékelődési nyomást helyez ezekre a devizákra, elsősorban a dollárra, meg mondjuk például olyanokra, mint a svájci frank. Ezzel szemben a japán jen árfolyamára viszont nyomást helyez lefelé, a gyengülés irányába. Tehát tulajdonképpen van egy ilyen természetes folyamat, ami a jen gyengüléséhez vezet, amely abszolút a japán monetáris politikának köszönhető, amely mögött egyébként az a logika a japán részről, ez a magyarázat, hogy hát a japán infláció nagyon nyomott, emiatt nincs szükség olyan szigorításra, mint máshol. A legutolsó maginflációs adat Japánban az augusztusi az 2,8% volt éves alapon, ami egyébként tényleg alacsony infláció, azt hozzá kell tenni, tehát máshol boldogan ezt aláírnák. Ennek van egy csomó oka, hogy ez miért ennyire alacsony, de a lényeg az, hogy a japán monetáris politika teljesen más irányt követ, mint a más jegybankok, elsősorban a Fed. Emiatt a jen nagyon durván leértékelődött. Egyébként csak érdekesség, hogy ez a 145-146-os szint, ahol interveniáltak, ez tulajdonképpen ugyanaz, mint ahol 1998-ban is intervenció történt. Szerintem ezért is próbálta
az illetékes japán úriember hangsúlyozni, hogy nincs konkrét árfolyam cél, valamiért pontosan ugyanott vagyunk, mint akkor, tehát lehet, hogy azért be van állítva egy alerta rendszerekbe. Minden esetre az tény, hogy ez a háttere, hogy a japán monetáris politika teljesen más irányt követ, mint más jegybankok. Na, nagyon érdekes, amit meséltél, Tomi. Na most még egyszer picit visszamenjük oda, akik nem figyelik pontosan mondjuk a dollárjen árfolyamát, annak mondjátok el, légy szíves, hogy mondjuk a dollárjen vonatkozásban mi volt az az árcentrum, ahol ez a devizapár sokáig kereskedett, és mi az a szint, ahonnan most jelentősen az elmúlt időszakban elindult a jen gyengülése? Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdett el jelentősen gyengülni, előtte olyan 100 és 110 között mocorgott, sőt elég sokáig beszorult egy 108 és 110 körüli szűk sávba, akkor lendületesen elkezdett gyengülni, és ha jól emlékszem, 4 hónappal ezelőtt vettük fel a japános jenes podcastot, akkor volt 130, és akkor már nem véletlenül ültünk itt a mikrofon előtt japán témában. Azóta kiment 140 fölé, és ma, ahogy a Tomi is mondta, majdnem 146-ba karcolt, amikor jött az intervenció. Az nagyon érdekes szerintem, hogy már a nyáron elkezdtek beszélni az intervencióról először úgy, hogy nem akarnak intervenálni, hogy nincs szükség intervencióra, hogy erősen figyelik, és beszélgetnek erről az Egyesült Államokkal, de intervencióra talán nincs szükség. Ez azért nagyon érdekes, mert ma a japán intervenció után az Európai Központi Bank is elkezdte mondani, hogy ő nem intervenál, nincs szükség intervencióra az euró mellett. Úgyhogy ennek még lehetnek érdekes folytatása. Egyébként csak egy, hogy a hallgatók is ezt úgy érezzék, hogy mit jelent ez a japán jen gyengülés. Hát igazából a japán jenhez képest a forint nem nagyon gyengült idén, ami azért egy nagy teljesítmény, mert hogy azt látjuk, hogy a hazai devizánk hát nem a legerősebb szereplő idén. És hát, hogyha az ember megnézi a japán árszínvonalat, mondjuk a japán éttermek árait, nézzünk egy nemzetközileg megfogható indexet, mondjuk a McDonald's menüknek az árát, akkor van olyan terméke ennek az amerikai gyorsétteremláncnak, ami Japánban olcsó, mint Magyarországon, tehát hogy csak így lehet illusztrálni, hogy a yen azért tényleg olcsóvá vált, így vásárlóerő paritás alapon, aki esetleg egy olyan helyre akar utazni, ahol a forint még sokat ér, lehet, hogy most éppen ezt az ázsiai országot kell megcélozni, de visszatérve így a japán yenre, illetve az árfolyamra, erre a devizapárra szokták mondani a dollár jenre, hogy ez a lépcsőn megy fel és a liften jön le, és ez számtalan szor előfordult már ennek a devizának a történetében, hogy lassan mozdult valamilyen irányba, általában a gyengülés irányába, és aztán jött egy hirtelen ilyen erősödés, akár intervenció hatására, akár valamilyen kockázat kerülő magatartás, piaci magatartás hatására. A fejlett piaci devizák között milyen gyakoriak az ilyen típusú intervenciók, mint amit ma láttunk Japánban? Nagyon ritkák. Általában a devizapiaci intervenció az a fejlődő országok kiváltsága vagy sajátossága. Általában akkor, amikor van valamilyen devizaadósság ebből fakadóan, vagy éppen a fizetési mérleg pozícióból fakadóan valamilyen egyensúlytalanság, és ezt próbálják kompenzálni egy devizapiaci intervenció, hogy az árfolyam ne gyengüljön nagyon. Na aztán egy kivételt mondanék mindenképpen, ez a svájci jegybank volt, aki ugye támasztotta 1.20-nál az euró-svájci frank kereszt árfolyamot. Az eredményét ismerjük, ugye szerencsésen megúsztuk az utolsó előtti pillanatban, de alapvetően ez inkább egy kivétel, jellemzően a fejlett piaci devizákban nincs intervenció. A fejlődő országoknál van, és ott általában egyébként a gyengülés esetében szoktak intervenálni, az egyik legmasszívabb példáját ennek a török jegybank mutatta be, ahol a devizatartalék nagyon nagy részét már elinterveniálták, és hát nem maradt belőle sok. Miközben azért látszik, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanságot nem tudták orvosolni. A devizapiaci intervenció alapvetően szerintem egy fájdalomcsillapító, ami a mélyben lévő problémát nem tudja kezelni. Tehát intervencióval egy makrogazdasági problémát, egyensúlytalanságot nem lehet megoldani. Ez arra jó, hogy egy ilyen rövidtávú piaci mozgás, ha egyébként a fundamentumok erősek, ugye mindig ezt mondják a döntéshozók, hogy hát csak a piac mozog, de egyébként a fundamentumok erősek. Na, ha tényleg ilyen van, akkor arra jó, de hogyha mélyben van egy sokkal nagyobb probléma, akkor ezek csak olyan tüneti kezelések, amelyek hatása el fog múlni. És mikor láthattunk a mostanihoz hasonló intervenciót az elmúlt évtizedekben? Hát egy sokkal nagyobb léptékű példát mondok erre. 1985-ben volt a Plaza Accord néven elhíresült megállapodás, amikor nem egyoldalú intervencióra került sor az akkori dollár erősödés megállítására, hanem egy többoldalú. Világ összes fontos devizájának, a nagy devizáknak a kibocsátói megállapodtak abban, hogy ez így nem lesz jó, hogy a dollár tovább erősödik, és együtt avatkoztak be annak érdekében, hogy megfordítsák ezt a trendet.
Az ilyen típusú beavatkozás az viszont definíció szerint sikeres. Tehát amikor nem az egyik fél mondja azt, hogy szeretné ezt meg azt csinálni az árfolyammal, hanem a két deviza kibocsátói együtt, akkor tényleg valami történni fog. Hogy a jenre egy kicsit visszatérjünk, hogy ott mi történt, 240 körül volt a dollárjen árfolyam 1985-ben, ezt 3 év alatt 120-ig lekalapálták ezzel az együttműködéssel, és 87-es másik megállapodással a Louvre egyezménnyel kellett megállítani a dollár gyengülést, mert akkor már az volt a baj, hogy túlságosan gyenge lesz a dollár. És azért nagyon érdekes szerintem a plazákornak az analógiája, mert annak a dollár erősödésnek részben nagyon hasonló volt az oka, mint a mostaninak. Tehát a 80-es évek első felében már teljes gázzal harcoltak az infláció ellen Amerikában. Akkor voltak azok az iszonyatosan nagy 20%-ot is meghaladó kamatok, ami természetesen ugyanúgy azt a helyzetet eredményezte, mint ma, hogy ezzel a többi egyben nem tudott lépést tartani az ilyen iszonyú kamatemeléssel, ezért aztán dollár erősödést okozott, egyébként nem nagyobbat, mint a mostani dollár erősödése, 20-valahány százalékos dollár erősödés volt akkoriban, és ezt kellett megállítani, úgyhogy ez fölveti azt a kérdést, hogy monetáris politika, egyáltalán pénzügypolitika irányítói el akarnak-e menni ebben a körben és ugyanig a pontig, mint 85-ben, vagy lehet, hogy a közös beavatkozás ötlete az egy kicsit hamarabb merül fel. Tényleg nagyon érdekes ez az analógia, mert a körülmények nagyon hasonlóak. Ugye az amerikai monetáris szigorításnak a csúcs az 1982-ben volt, és utána még 3 év eltelt addig, amíg a Plaza akkord megszületett, de az tény, hogy az erős dollár most már nem azt a szerepet tölti be, hogy az egyéb országok akkor olcsón tudnak exportálni az USA-ba, tehát versenyképesek lesznek. Sokkal nagyobb probléma a tőkeáramlás elapadása, tehát a tőke inkább Amerika felé áramlik vissza, sokkal nagyobb probléma, hogy ez fűti a belföldi inflációt, és ahol a dollárban denominált adósság magas, ez főleg egyébként Ázsiát jelenti jelen pillanatban, ott akár felvet ilyen fizetési mérleg válság jellegű kérdéseket is, tehát hogy ez a dollár erősödés, és a Krisztián is mondta, ennek a mértéke azért igen szignifikáns már most is. Ez egy abszolút akut probléma jelen pillanatban Ázsiában. Dél-Korea talán a leginkább, leggyakrabban kiemelt szereplő ezzel kapcsolatban. Egyébként jobban állnak külső egyensúly szempontjából, mint mondjuk 97-ben álltak, amikor volt ugye az ázsiai válság. De azért vannak olyan problémák, amelyek már jelentkeznek. De Kína is érdekes, ahol ugye nincsen devizakonvertibilitás, emiatt mondjuk a belföldi lakosság, vagy akár a belföldi intézmények nem tudják ezt a kamat különbözetet learbitrálni, hogy mit értek ez alatt. Van egy hosszú távon is nagyjából itt volt a dollár jön árfolyam, de most már akár egy rövid amerikai állampapíron is magasabb hozamot lehet elérni, mint maga a yuanban denominált eszközökön. Tehát logikus lenne a yuant leváltani dollárra, és úgy befektetni. Ez most nem történik meg, mert hogy a tőke mérleg az zára van, tehát nem konvertibilis a yuan, de azért különböző csatornákon keresztül elindult a yuan gyengülése. A yuan egy igazi vasgolyó lenne Ázsiában, tehát hogy a yuan leértékelődik, akkor minden más devizát rántana magával, hiszen Kína meghatározó külkereskedelmi szereplő, gazdasági szereplő ebben a régióban, akár még ránk is hathatna. Tehát az egy külön veszélyforrás, hogy mi van, hogyha az erős dollár gyengülő yuan magával ránt még más devizákat. Úgyhogy itt azért nagyon komoly devizapiaci kereszthatások lehetnek, és pontosan emiatt azért úgy tűnik, hogy messze vagyunk még egy ilyen Plaza akkord jellegű megállapodástól, de elképzelhető, hogy már a háttérben folyik a gondolkodás, hogy a deviza piaca és a dollár erősödésével kéne valamit kezdeni. Most ha vissza 85-ben a Plaza akkordhoz, akkor kiküldtek a tárgyalóasztalról, nem is név szerint, hanem milyen országok, és hogy nézne ez ki most? Hát akkor ez Nyugat-Németország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Japán és az Egyesült Államok, azt hiszem, hogy ők voltak ennek a szereplői. Ugye hát ez tulajdonképpen a mai eurozónát jelenti, ugye Nagy-Britannia az nyilvánvalóan nem az. Ők ezt a szót, hogy euró nem nagyon szerették sohasem. Japán és az USA lenne benne ebben a körben. Ugye egy picit más a világ azóta, mert a fejlődő országok jelentősége, például Kína jelentősége sokkal nagyobb. Azért az 1985-ös Kína gazdaságilag, politikailag teljesen más volt, mint a mai. Ráadásul ők nem is egy baráti állam, ha lehet így fogalmazni, főleg az USA szempontjából nem azok. Tehát egy elég komplikált megoldás lehetne ez. Minden esetre azt gondolom, hogy ez a dollár erő, ez az egyik legfontosabb ilyen nemzetközi gazdaságpolitikai kérdés jelen pillanatban. Ha a dollár ilyen erős marad, mint amilyen most, sőt, ha esetleg tovább erősödik, az hol végzi el a legnagyobb pusztítást? Mely országok devizája ellen? Hát említettem ezzel kapcsolatban Ázsiát, ez főleg a fejlődő Ázsiát jelenti. Ugye Dél-Korea nem igazán
nevezhető már fejlődő országnak, de mindenképpen ilyen szempontból érintett sok a dollár adóssága egyes válti szereplőknek, illetve a lakosság nagyon el van adósodva, és ugye emiatt a helyi jegybank nem tud kamatot emelni, mert azzal fékezni a gazdaságot, így viszont gyengül a von, ami egyéb instabilitási problémákat okoz. Kínából látszik egy tőkeáramlási kísérlet. Aztán ott van például Hongkong, aki óriási devizatartalékokkal rendelkezik, de a 480 milliárd dolláros devizatartalékból egy kötött árfolyamrendszer mellett már egy olyan 60 milliárd dollárnyit elinterveniáltak a hongkongi dollár árfolyam sávjának védelme érdekében. Mindig felmerülne Latin Amerika, mint lehetséges jelölt. Itt egy picivel most jobb a helyzet olyan szempontból, hogy az egész energiaválság őket kevésbé ütötte meg, jellemzően nettó exportőrök, vagy akár semleges szereplők ezen a piacon, meg távol is vannak a konfliktustól. Tehát ott úgy tűnik, hogy ez a probléma most nem annyira akut. És aztán itt van az euró, ami ugye alapvetően egy erős gazdasággal rendelkező fejlett piaci deviza volt, azt mondanám, mert azért jelen pillanatban az euró strukturális problémái és sebezhetősége nagyon-nagyon napvilágra került itt az energiaimport pozíción keresztül. Magyarul, hogy az Európai Unió jelen pillanatban jelentős nettó energiaimportőr, ennek az ára nagyon felment, illetve nem is hozzáférhető feltétlenül minden pillanatban. Ennek hatására egy korábban külkereskedelmi és fizetési mérleg többletes régió valószínűleg negatívba fog fordulni éves szinten is. Emiatt van egy jelentős jövedelemkiáramlás, gyengül az euró, ez az euró gyengülés tolja felfelé az egyébként is magas inflációt. Talán először szó lenne azt mondani, hogy az eurozóna egy fizetési mérleg válságba kerülhet, ezt inkább fejlődő országok esetében szokták mondani, de az tény, hogy van egy ilyen euró-dollár begyorsulás lefelé, ugye most a paritás alatt vagyunk jelen pillanatban, és ennek már egy olyan üzenete is van, hogy az euró mennyire tekinthető egy stabil fejlett piaci devizának. Itt azért már kérdőjelek felmerülnek, és jelen pillanatban mondjuk a nemzetközi befektetői gondolkodás afelé mozdult el, hogy amíg az energiárak ilyen magasan vannak, addig az euró nem egy befektetésre alkalmas deviza. Vélhetően nagyon sok short pozíció is van benne, ez egyszer majd visszájára fordulhat, de jelen pillanatban az eurót jogosan nem szeretik, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy itt azért az eurozóna léte szerintem nem forog veszélyben, ez egy óriási politikai döntés volt, és nagy akarat és kohézió van mögötte, de az tény, hogy ez az egész fizetési mérleg és külkereskedelmi mérleg probléma az érkező recesszióval együtt az euróra lefelé egy komoly nyomást gyakorolt. Tehát a dollár tulajdonképpen most már itt is rombol, és emeli az európai inflációt. Már azért politikai nyilatkozatok szintjén, akár az LKB-tól, akár politikusok részéről hallottuk már olyan kijelentéseket, az euró árfolyamára figyelni kell. Azt szerintem nagyon fontos, hogy Tamás mondott, hogy az eurót a politikai akarat hozta létre, és talán az is tartotta egyben, ezt is kimondhatjuk talán a 2012-es euróválságban. Ez egy nagy elemzési csapda, hogy az eurót egy közgazdasági problémaként tekintik sokan, és azért sortolják, vagy azért bankolnak esetleg valamikor egy távol jövőben bekövetkező megszűnésére, mert hogy közgazdasági logika alapján viszonylag könnyen ki lehet mutatni, hogy ez egy életképtelen valami. Ebben az a szép, hogy már évtizedekkel a létrehozása előtt kimutatták, hogy életképtelen soha nem lehet létrehozni. Amikor létrehozták, akkor is mindenki kihirdette, aki adott magára, hogy ez rövid időn belül megy a levesbe. Amikor aztán jött az euróválság, akkor természetesen sokan igazolva érezték magukat. De az a helyzet, hogy ez a bizonyos eredettörténet, hogy ez az európai integrációnak egy olyan kötőanyaga, amit pont azért hoztak létre, hogy visszavonhatatlan legyen, ez erősebb, mint ez a közgazdasági racionalitás, amiből mindenféle gazdasági problémák és feszültségek származnak egyébként, de attól még az euró, amennyire biztosat lehet mondani jövőről, az euró létezni fog. Az más kérdés persze, hogy néz ki az árfolyamának a trendszerű mozgása a dollárihoz képest. Amit ezek a csapban szerintem fontos hangsúlyozni, hogy egy teljesen új helyzet van, és bevallom őszintén, hogy nem tudom, ez meddig fog fennmaradni. Ugye a következőre gondolok, alapvetően az euró, vagy az eurozóna inflációs mutatói és az amerikai infláció hosszú távon mindig egymással egy szinten mozogtak. Tehát nem volt nagy különbség a két régió infláció között. Ennek köszönhetően az úgynevezett elméleti árfolyam, vagy versenyképességi árfolyam, vagy vásárlói paritás árfolyamot is jól be lehetett lőni. Különböző modellek épülnek erre, ezek persze nyilvánvalóan a megfelelő korlátok között kezelendők, de mondjuk ez az 1.15-1.20 környékén volt az árfolyam. Egyébként nagyjából ott, ahol a indító árfolyama volt az eurónak a dollárral szemben. Viszont, hogyha az inflációs különbség jelentős marad a két régió között, és erre most a következő hónapokban van példa, vagy lehet erre számítani, ugye az eurozónában jöhetnek kétszemegyű inflációs számok, egy jelentős
termelési költségnövekedés mellett. Az amerikai inflációs számok bár magasak, de nem lesz kétszemegyű infláció, legalábbis mai tudásunk szerint. És talán még csökkenni is fog, hogyha a Fed elég keményen dolgozik ezen. Tehát, hogy ez felved egy olyan kérdés, hogy az árcentrum az lejjebb tolódik-e, és nem akarok nagyon szakmai lenni. Tehát, hogy a korábbi 1.15-1.20 helyett lehet, hogy csak 1.10 lesz az egyensúly árfolyam, vagy akár még lejjebb, ahol mondjuk egy ilyen egyensúlyi árfolyamot el lehet képzelni. Tehát nem biztos, hogy lehet arra számítani, hogyha majd minden rendeződik, akkor vissza fog menni az euró-dollárod, ahol korábban volt, mert közben már annyira eltér egymástól a két régiónak a versenyképességi háttere az elmúlt évek inflációja alapján. Más helyre kell árazni a devizát. Ugye vannak erre példák, tehát hogy devizárfolyamok tartósan áthelyeződnek, más árcentrumok alakulnak ki. Ez egyébként jellemzően fejlődő piaci devizáknál volt megfigyelhető. Lehet, hogy ha az infláció tartósan eltér ebben a két régióban, akkor az euró-dollár árcentrum is máshol lesz, mint korábban volt. Ebben az a szép még ráadásul, hogy miközben van ez az inflációs különbség, az inflációs prognózisokban lévő különbség az Európai Unió javára, úgymond, tehát a következő időszakban itt még durván emelkedhet az infláció Amerikában, meg talán nem annyira, vagy talán tetőzik, vagy talán csökken, és hát ezt nem tudjuk. Ehhez képest a monetáris politikáknak az eszköztára az pont fordítva van, tehát teljesen másképp néz ki a kamatkülönbözet, és fordítva van a hozamkülönbözet, hogyha a hozamgörbék hosszú oldalát nézzük is. Ugye Amerikában tegnap óta 3%, 3,25 az alapkamat. Az ECB-nek az ennek megfeleltető facilitásai azok 125 meg 150 pontosak. A német állampapírok hozama az két évtől a világ végéig olyan 1,8% körül van. Amerikában meg a két éves papír is fizet 4% körüli hozamot, és 3,5% körül van a 10 éves hozam. Tehát miközben itt lesz valószínűleg nagyobb az inflációs nyomás, a dollárban nagyobb a kamat. Hát igen, ezt tartja erősen a dollárt jelen pillanatban, hogy a reál kamat lehetősége azért mikor nem is a következő hónapban, de azért talán közelebb került, mint mondjuk az eurónál. És minél tovább marad fenn az állapot, annál nehezebb lesz az eurónak visszakapaszkodni a korábbi szintekre. Egyszer biztosan lesz benne egy nagy erősödés, akkor, amikor az európai energiárakban van egy drasztikus csökkenés. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy az amerikai vélemény az abszolút az, hogy amíg az energiárakban megvan ez a jelentős amerikai előny, addig az eurót nem szabad megvenni. És hogy már az előbb említettem, véletlenül elég sokan akár még short pozíciók nyitásával is készülnek erre a folyamatra, úgyhogy én azt gondolom, hogy heves mozgások jönnek majd az euró-dollár piacán is. Az viszont érdekes, hogy gyakorlatilag augusztus eleje közepe óta itt vagyunk a paritás környékén, most éppen alatta egy picivel, tehát ilyen nagyon egy erős dollár mellett, de alapvetően egy ilyen kicsit ilyen beszűkült árfolyamat látunk, úgyhogy ebből azért általában nagy mozgások szoktak következni. És hát a tegnapi Fed kamat döntés azért csak-csak új mélypontra kalapálta az euró-dollár árfolyamát. Ami idézzük fel, hogy pontosan mekkora volt, és honnan hova emelt, aki nem figyelte? 75 pontot emeltek erre bizonyos 3 és 3,25 közötti szintre. És csak azért kérdezem mindig, hogy ha valaki olyan hallgatja, aki nincs képben, akkor azért az így legalább tőlünk tudja meg, hogy mi történt tegnap. Mert ugye azt mondtuk, hogy olyan eseményeket fogunk feldolgozni, amit azért régen láttunk, és 75 bázispontos Fed kamatemelést nézek jobbra-balra, mikor láttunk utoljára? Hát ez tulajdonképpen a 70-es évek olajválsággal terhelt, stagflációval terhelt időszaka, illetve hogy a 80-as évek eleje, akkor voltak ilyen lépésközök. Ugye felmerült Amerikában a 100 bázispont lehetősége is, erre 1982-ben volt utoljára példa, tehát hogy igazából azért ezek nem normálisnak tekinthető lépésközök. Ugye felmerült a kérdés a hallgatóságban, hogy korábban mindig 25 pontokkal emeltek, most meg hirtelen 75-tel kezdünk, hogy nem lehetett volna korábban kezdeni a kamatemelést, és kicsit úgy finomabban. Tehát az olyan, mint amikor ugye le van fékezve az autó, és nyomok egy padlógázt, hogy talán nem terhelni az autót annyira, hogyha folyamatosan gyorsítanék. Lehet, hogy valószínűleg ez kellett volna. Nagyon hittek a döntéshozók abban, hogy az infláció az átmeneti, miközben rajtuk kívül már sokan azt gondolták, hogy egyébként nem. Főleg az amerikai infláció, ahol a munkaerőpiaci feszültség, a bérfeszültség, a lakbérek emelkedése, ezek mind-mind kereset oldali inflációs tényezők voltak, amelyek után aztán a kínálat oldali infláción keresztül is ugye visszahatva emelték az inflációs mutatót. Szóval a lényeg az, hogy nagyon megváltozott a jegybanki lépésköz és a stratégia, tulajdonképpen a 75 az új 25, tehát 75 bázispont alatt, aki az alatt emel kamatot,
az már tulajdonképpen puhának számít, és érdekes, hogy pont ma egyébként a sokáig ugye zombinak tekintett svájci jegybank, ugye azt se tudtuk, hogy van egy ilyen jegybank a kamat politika szempontjából, mert a svájci kamat olyan régóta lent volt mínusz 0,75%-on. Na ma emeltek 75 bázisponttal, 0,5%-ra, és azt a piac már negatívan értékelte, tehát gyengült rá a frank. Tehát ugye ez egészen elképesztő, hogy a piaci elvárások tényleg így a 75 és 100 bázispont között szóródnak már sokszor. Egy olyan jegybank, aki csak 75-tel emel, egy fejlett piaci jegybank, az tulajdonképpen puhány. Csak egy mondottal visszatérve a japánokra, ezzel lényegében a svájci jegybank egyedül hagyta a szegény Bank of Japan-t a negatív kamattal küzdők mezőnyében. Ott minimálisan negatív, mínusz 0,1% az alapkamat, de hát ez ugye egész másképp nézett ki, amíg az eurozónában is, Svájcban is negatív kamat volt, meg sok más helyen. Most pedig egyedül vitézkednek ott, miközben a többiek 75 pontosával mennek fölfele. Van még egy fejlett ország, akiről most keveset beszéltünk, pedig viszont közel áll hozzánk így földrajzilag, ez Nagy-Britannia. Hát az angol font sem a legerősebb deviza idén a világon, és ők is küzdenek egy ilyen fizetési mérleg problémával, olyannyira, hogy már felvetették azt közgazdászok, hogy egy fejlődő világban jellemző fizetési mérlegválság jöhet Nagy-Britanniában, további jelentős fontgyengüléssel. Gyakorlatilag az angol font idén gyengült egy ilyen 25%-ot a dollárhoz képest, tehát talán annyit nem 23-at mondjuk. Ez tényleg nagyon durva. Miközben egy óriási energiaimport számlát kell kifizetniük, ez talán meglepő, mert hogy egyébként még egy évtizede Nagy-Britannia jelentős szénhidrogén termelő volt, ez a volumen azért csökken lefelé, és ugye mostanra már importőrré váltak, vagy földgázból. De a lényeg az, hogy nagyon érdekes, hogy a brit deviza az tulajdonképpen hasonló pályát fut be, mint a japán jen. Kamatpolitikában egy picit szigorúbbak, elkezdtek emelni, de azért ott is még nagyon nyomott a kamatszint. Tehát látszik, hogy aki ebben a kamatversenyben lemarad, lehet bármilyen nagy múltú birodalom, vagy annak a nevezzük a maradványának, igazából ez a befektetőket nem érdekli. Ők kamatot akarnak, ha valaki agresszívan emel, már pedig a Fed hát mindenképpen ennek tekinthető, akkor a pénz oda fog áramolni. Bank of England is pont ma emeltük, beérték most 50 ponttal, de így vannak 225-ön. Hát nagyon érdekes ez az egész, mert Amerika, a jegybank le akarja küzdeni az inflációt, ezért emel 75 pontot, amit tényleg nagyon régen nem láttunk. Ők viszont azonnyomban erősödtek, tehát hogy az egyértelmű. Mindenki más gyenge az amerikai dollárral szemben, tehát hogy akkor ez most megint az történhet, hogy egész addig, amíg a jegybank nem elégedett azzal, hogy őnek is sikerült az inflációt ott abban a mederbe tartani, amit elképzel, addig tovább megy a kamat, erősödik a dollár, majd a végén lesz egy plaza, akkor kettő? Az egész probléma gyökere a következő. Amerikai zárt gazdaság, ahol az inflációt alapvetően belső tényezők okozzák. Emiatt, hogy a Fed komolyan veszi az infláció elleni harcot, és ez már egyébként komoly belpolitikai kérdésre is vált, akkor neki szigorítani kell, és nem kell tekintettel lenni arra, hogy a világban milyen rombolást okozhat ezzel. Persze, nagyon sokan kérik, követelik azt külföldről, hogy a Fed vegye figyelembe az ő szempontjaikat is, csak jelen pillanatban annyira problémás az inflációs helyzet Amerikában is, hogy ezt a Fednek ignorálnia kell. Tehát, hogyha mondjuk egy 3%-os amerikai infláció lenne, szerintem másképpen viszonyulna ezekhez a kérésekhez, de jelen pillanatban ez politikai szempontból, hitelességi szempontból nem opció. Aztán lehet, hogy lesz egy olyan pont, amikor az amerikai infláció már csökken, hogy egy picit értőbb, megértőbb lesz a Fed a külföldi problémákkal kapcsolatban. Ez lesz talán egy forduló pont, amikor a dollár erősödés megáll, és a tőke ismét elkezd majd áramolni fejlődő világban, vagy más, akár fejlett devizák felé, de ez a pont nekem az érzésem, hogy ez még nem a következő pár hónapban lesz, és ez a devizapiaci nevőjelzés rendkívül ingoványos terep, rengetegen véreztek már ezen, úgyhogy nem is mondanék ezzel kapcsolatban semmit, de szerintem ez, amit majd figyelni kell, hogy mikor lesz az amerikai infláció leszállóákban, mikor gondolja majd a Fed azt, hogy megtette azt, amit meg kellett tenni, és ezáltal jobban figyelhet arra, ami a külföldi országok problémája. Tényleg amerikai zárt gazdaság, bár az amerikai nagy multinacionális vállalatok számára az erős dollár egy probléma, és jönnek a profit warningok naponta, de látható, hogy ha a munkaerőpiac adatokat nézzük, a béradatokat nézzük, akkor még amerikai makroszinten ez nem okoz problémát, és addig ugye a Fed minek foglalkozzon vele, szóval egy nagyon-nagyon nagy kutyaszorítóban van a világ, mondhatjuk. Azt talán érdemes szóba hozni, hogy a monetáris politikának nem real-time a hatása a reálgazdaságra, hanem nyilván sokat vitatkoznak, akik tényleg értenek hozzá, hogy mennyi idő alatt megy át a reálgazdaságba a monetáris szigorítás, vagy éppen a monetáris lazítás, de egy olyan fél évet mindenképpen szoktak mondani, két negyed évet, amíg valóban megjelenik a reálgazdaságban
a monetáris politika lényeges változtatása. Ez az egyik, amit figyelembe kell venni, amikor erről gondolkodunk. A másik meg az, hogy most nagyon világosan igyekszik azt kommunikálni a Fed, hogy még emel, évvégéig szinte biztosan emel tovább, és utána nem akarja csökkenteni a kamatot csak azért, mert esetleg elkezd lecsorogni az infláció, vagy elindulni fölföl a munkanélküliség. Nagyon szeretnék elkerülni azt a hibát, hogy túl korán lazítsanak vissza. Tehát ha meg is állnak az emeléssel, ez a tervük, utána elég sokáig, talán egy évig szinten tartva akarják nézegetni az alapkamatot. Ez úgy eltolja időben ezt a kedvező forgatókönyvet, hogy mikor tud megfordulni a dollár erősödés, hogyha csak a kamat különbözet faktorát nézzük. Na most az, amit Tomi az előbb te mondtál, ugye többször elhangzott a szádból az, ami a mi devizánk, a dollár, és a ti problémátok, és hogy ez persze más előjellel, de ugye ez egy 50 éves mondás, ez a dollár a mi devizánk, de a ti problémátok, ez mikor hangzott el először, mert utána ez a helyzet, ez most is így van, még ha nem is abba az irányba, mint amikor ez 71-ben, vagy... 71-ben, mikor... szívesen elmesélem, a napokban úgy alakult, hogy ezzel haknizok, ezzel a történettel. Ez lényegében a Bretton Woods-i rendszer szétesésének az előestéjén, vagy éppen a szétesésekor hangzott el. 71-re derült ki az, hogy nem tartható a második világháború után kialakított nemzetközi pénzügyi rendszer, aminek az egyik fundamentuma az a dollár, ami a aranyfedezettel rendelkezik, tehát a dollár bármikor lehet váltani elvileg aranyra a Bretton Woods-i rendszerben, és a rendszer részét képező más devizákat pedig át lehet váltani egy menedzselt árfolyamon dollárra. Ez várt tarthatatlan a 71-re, ráadásul súlyos infláció volt akkoriban az Egyesült Államokban, ami beavatkozást követelt a pénzügyi kormányzattól, 6%-os infláció pusztította lelkeket Amerikában, most ugye 8-9% az infláció Amerikában, és akkor egy John Connelly nevű nagyon érdekes ember, aki akkor éppen pénzügyminiszter volt a Nixon adminisztrációban, ő kézbe vette a dolgokat, és a sok irányba mutató tanács között az ő hangja volt a leghangosabb egy Camp Davidben, ha jól emlékszem, hétvégén megtartott válságtanácskozáson. Ez a John Connelly egyébként demokrata volt, így volt a republikánus Nixon adminisztrációban, ez mondja tökéletesen elképzelhetetlen, ez egy érdekes része a történetnek. Demokrataként volt Texas kormányzója, ami szintén egyre inkább elképzelhetetlen manapság, és texasi kormányzóként ott ült Dallasban az autóban, amikor John Fitzgerald Kennedyt lelőtték, és ő is kapott két golyót, és alig érte túl. Nem csoda, hogy ezek után nem félt semmitől. Például attól sem, hogy azt javasolja, hogy elnöki rendeletben tiltsa meg Richard Nixon az árak és a bérek emelését a piacgazdaság élharcosában, az Egyesült Államokban, meg hát egy kis 10%-os importvámot vezessen már be, ezt egy hétvége alatt elintézték, ez volt a Nixon sok, egy nagyon népszerű intézkedés sorozat volt, hosszú távon nyilván nem ért semmit, de nagyon népszerű volt rövid távon, és ez a lépés indította el azt az eseménysort, ami a nemzetközi partnerekkel egyeztetve pedig elvezetett a Bretton Woods-i rendszernek a felszámolásáig, és lényegében a lebegő árfolyamrendszer kezdete is ekkora tehető. Ugyanek az évnek a végén volt egy tanácskozás a G10 tagállamok között, ahol hát nyilván el lehet képzelni, hogy milyen rettenetes traumát okozott nekik ez az ötlet, hogy most akkor innentől kezdve repüljetek egyedül, lesz ami lesz. Mi most ezt a dollárunkat egy kicsit leértékeljük, meg egyáltalán elszakítjuk a ti fabatkáitoktól, és akkor egy ilyen emelt hangú beszélgetésen mondta ezt John Connelly amerikai pénzügyminiszterként, hogy a dollár az a mi devizánk és a ti problémátok. Na hát épp ez az nagyon jó az a történet egyébként. Szerintem ezt érdemes mindenkinek megjegyezni, meg utána nézni, de most is ez a szituáció van. Legalábbis a Fed kommunikációból ez jön ki. A dollár a mi devizánk és a ti problémátok. Így van pontosan, és láthatóan, amikor direkt meghallgattam a tegnapi fejt sajtótájékoztatót, szóba nem került az, hogy milyen problémákat okoz a kamatemelés, a monetáris szigorítás a világ többi részén. Szóba került az amerikai konjunktúra helyzete, a munkaerőpiac. Nagyon érdekes volt az, hogy Powell kiemelte, hogy az ingatlan árak esni fognak, és ez egy jó dolog. Ez azért nagyon ritkán hangzik egy jegybank kivezető szájából. Ugye ennek azért van egy elég
rossz hangulatot keltő része, hogyha a 2007-es, 8-as ingatlan vására gondolunk, még hogyha nem is teljesen hasonló a helyzet. Tehát a lényeg az, hogy a kérdések 100%-a foglalkozott a belföldi gazdaságpolitikai hatásokra, várató lépésekkel. Senkit nem érdekelt az, hogy mi van külföldön. Miközben a külföld számára ez egy égetően fontos kérdés, hogy az egyre szigorúbb amerikai monetáris politika és a várhatóan mondjuk legalább nullás dollár reálkamat, az ne szívja el a tőkét a világ többi régiója felől. Egy példa, Nigéria, elfogyott a dollár, szó szerint, tehát hogy nincs dollár az országban, miközben a világ egyik legnagyobb olajtermelőjéről van szó, bár persze sokkal kisebb már, mint korábban, hogy a 10 évvel ezelőtt 2,5 millió hordó olajat termeltek naponta, ebből egyébként remekül meg lehetne élni. Mostan ez a hivatalos szám alapján 1,1 millió hordóra csökkent, és által plusz 400 ezer hordót még valahogy termelnek, de ellopnak, tehát az úgy, hogy elszivárog. Elképesztő, tehát tényleg, ugye az olajtermelésnek a mondjuk a több mint a negyede, ugye elszivárog. Na de a lényeg az, hogy ebben az országban, aki egyébként alapvetően tudna, vagy tudhatna prosperálni, elfogyott a dollár olyan szinten, hogy például az Emirates légitársaság drasztikusan visszavágta a járatainak számát, és a teljes felfüggesztést tervezi, mert hogy a jegyértékesítésből befolyó bevételt nem tudja konvertálni külföldi devizára. Nagyon-nagyon súlyos helyzetben van ez az ország, egy kötött devizagazdálkodás mellett. Aukciókon árulják a dollárt, a szereplők számára ismeretlen szabályok alapján véletlenül elég komoly korrupció mellett, tehát bizonyos emberek kapnak devizát, mások nem. Tehát, hogy ilyen problémák vannak a fejlődő világban jelen pillanatban, dollár hiány van, és igazából a folyamatok nem abba az irányba mutatnak, hogy ez gyorsan meg tudna oldódni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egész dollár erő, dollár hiány probléma még rengeteg hírt fog generálni, és a következő egy évben komoly probléma lesz. A dollár árfolyamától függetlenül talán nem érdekesség nélkül való szóba hozni azokat a legendákat, hogy a dollár világpénz jellegének vége van, vagy ha nincs is vége, de mindjárt vége, és ezek rendszeresen előkerülnek. Legutóbb éppen az Oroszországgal szembeni szankciók kapcsán lehetett arról igen sokat olvasni, hogy hát egy ilyen pénzben senki nem fogja tartani a tartalékait. Egy ilyen szereplő, aki bármikor egyszer zárolja a nála elhelyezett meg az ő devizájában denominált tartalékokat, hát ennek vége van, ennek a dollár világpénznek. És én persze nem tudom, hogy mikor lesz vége a dollár világpénz jellegének, de az a helyzet, hogy ha bármilyen sok van, gazdasági, politikai sok a világban, akkor ezek a jelenségek kezdenek mindig előjönni, mint a Tamás is említett, neki rohan a dollárért, neki előbb szeretne kicsit odaérni, mint a másik, és ennek van néhány olyan oka, amit először mindenképpen meg kéne változtatni annak, aki meg akarná fosztani a trónjától a dollárt. Ki akarja megfosztani, kínaiak akarják megfosztani. Persze Vlagyimir Putyin is fantáziát erről, de hát az egy törpe gazdaság, világgazdasági méretekben, a kínai meg nagy, tehát ők elvileg ambicionálhatnák azt, hogy a yuan egyszer egy nagy a nemzetközi kereskedelemben fontos deviza legyen. Csak hát most úgy van, hogy a legfontosabb dolgokat, amikkel kereskednek a világban, az dollárban számolják, dollárban fizetik ki, legalábbis a transzparens és nyilvános piacaikon, a nyersanyagokra gondolok. A nyersanyagpiac az dollárral megy, és amíg ez így van, addig nagyon nehéz szerintem arról fantáziálni, hogy szűnik meg a dollár világpénz jellege. Szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, mert hogy nyilvánvalóan a szándék az nagy arra, hogy ezt a dollár hegemóniát és az amerikai kormányzat szankcionálási lehetőségeit ki lehessen kerülni. Ugye Oroszország példája mutatja, hogy bárki, aki mondjuk úgy, hogy szeretne más úton járni, mint amit a nyugat elképzel, főleg az Egyesült Államok, az adott esetben szankciók alá kerülhet, hogy ott van Irán példája, Észak-Korea, hát azért nyilvánvalóan ők tettek is azért, hogy szankciók alá kerüljenek, de a lényeg az, hogy szándék, akarat van arra, hogy a dollárt ki lehessen iktatni, ne legyen a legjelentősebb világpénz. A már említett dollárban történő nyersanyagárazás mellett van még két fontos szempont, ami leszűkíti a tartalékdevizák és az igazi világpénzeknek a körét. És az egyik az a teljes konvertibilitás, ami jelen pillanatban Kínában nincsen meg. Tehát nem lehet yuant szabadon váltani, nincsen igazi devizapiac, ahol lehetne ezzel a devizával kereskedni. Dollárban persze abszolút van. A másik pedig az intézményrendszer, tehát hogy azért Kína egy feszesen működő, nevezzük autoriter államnak, egy pártrendszer, ahol a független intézmények, a független bíróságok intézménye azért az hát erősen hiányos. Tehát magyarul, hogyha egy befektetőnek gazdasági jellegű vitája van, akkor nem feltétlenül számít arra, hogy egy kínai bíróságon neki ítélnek, mondjuk azt, hogy objektíven vagy jogszabályok alapján. És nyilvánvalóan itt ugye nem vagyunk mély szakértői ennek a területnek, tehát nem akarok ebbe belemenni, hogy
milyen a kínai igazságszolgáltatás, de azért ez a fajta politikai intézményi bizonytalanság, bármennyire is fontos és nagy gazdaság Kína, és elképesztő az a teljesítmény, amit leraktak az asztalra minden szempontból, de a befektetői kérdéseket nézve azért az intézményrendszer nem megfelelő ahhoz, hogy ezt tekintsék a globális világpénznek. És talán van még egy szempont, amit meg lehet említeni a dollár világpénz szerepével kapcsolatban, ez az amerikai külkereskedelmi hiány. Tehát ez másképp lefordítva úgy néz ki, hogy tetszettek volna másból élni, mint abból, hogy Amerikának exportáltok, és akkor esetleg lehetne más pénzzel csereberélni a dolgokat, de még mindenki abból akar megélni, hát Kína leginkább, hogy Amerikába exportál, akkor sajnos tudomásul kell venni, hogy azok ott sajnos dollárral fizetnek. Teljesen más devizapár, de szerintem ehhez kapcsolódik az amerikai külkereskedelmi hiány kérdéséhez, hogy ugye volt egy időszak, amikor az euró nagyon erősödött, és kifejezetten erős deviza volt, 1.60-ig is felment a keresztárfolyam a dollárral szemben. Hát ugye mai szemmel nézve ez egy nagyon erős euró. Ugye akkor volt 150 a dollár forint, ez csak egy érdekesség, ugye, ami most 400 fölött van. Hogy miért volt ennyire erős az euró? Az eurót azért egy komoly konvertibilis tartalék devizának tekintették sokan, viszont az eurozóna folyamatosan külkereskedelmi és fizetési méret többlettel működött, tehát nem áradt szét az euró a világban úgy, mint ahogy a dollár szétáradt a külker hiányon keresztül, euróban többlete volt az eurozónának. Ezért, aki eurót akart tartani, mint tartalék devizát, annak meg kellett venni ezt a piacon. És mi a globális tartalékokon belül, aki mondjuk egy 25-30%-ot euróban akar tartani, annak természetes módon nem keletkezett eurója, mit csinált? Elment a devizapiacra, és leváltotta a dollárját euróra, és így keletkezett ez a nagyon magas árfolyam. Ez most a múlt, mert ugye a külker többlete az eurozónának úgy tűnik, hogy egy időre eltűnt, ha csak az energiárak nem szakadnak össze. De ez is mutatja, hogy mennyi fajta összefüggés van a devizapiacon, és milyen óriási trendeket tudnak okozni bizonyos piaci szereplők. Ez nagyon érdekes, amit mondtál, ami ezen tényleg érdemes gondolkodni ebben az összefüggésben is. Na most a beszélgetés vége felé nyilván a forint az, ami még fontos számunkra, magyaroknak, és az a kérdésem, hogy ebben a játéktérben, vagy ebben az erőtérben, ahol ilyen erők feszülnek egymásnak, a forintnak van egyáltalán saját iránya, vagy ilyen típusú erős karakterisztikája, vagy egész egyszerűen az eurónak az egyik leágazásaként tekinthetünk rá? A forintnak vannak saját tényezői, vagy a forintot befolyásoló egyedi kérdések. Itt nyilvánvalóan az Európai Uniós pénzek körül folytatott tárgyalássorozat, harc, nevezzük akárminek, ez azért befolyásolja a forint árfolyamát. És ugye ez főleg azért lett fontos, és már átevezünk az energia helyzet kérdéskörére, mert hogy a forint hát önképpen a nagy válság, a nagy pénzügyi válság utáni évtizedben egy jelentős kiigazító csomag hatására, illetve annak köszönhetően, hogy teljesen másképpen nézett ki a lakossági fogyasztás, mint korábban, tehát külkereskedelmi többletes devizává vált, és természetes módon keletkezett deviza a magyar gazdaságban, ebből lehet egy csomó mindent finanszírozni, és le is épült egyébként a devizadósságunk, nagyon helyesen azt hozzá kell tenni. A külkereskedelmi mérlegnek a romlása az elindult egyébként már tulajdonképpen a Covid előtti időszakban, de nem volt vészes, nem volt drámai. Az igazán nagy problémát a forintnál szerintem az energia mérleg okozza, ezen belül a földgáz importunknak a helyzete. Ugye az úgy néz ki, hogy jelen pillanatban, hogyha a mostani piaci árakat nézem, akkor havi több mint 1 milliárd eurót kell költenünk földgázra, ahhoz képest, amit mondjuk 2 évvel ezelőtt kellett költenünk, és ezt évesítjük, akkor ez mondjuk 12 milliárd euró, ami a GDP-nek nem éri a 10%-át, de egy jelentős tétel. Ez mindenképpen megváltoztatta a forint piac keresett kínálati viszonyait. Ugye ezt a devizet kellene valahogy pótolnunk. Hogy lehetne pótolni? Hát úgy, hogy mondjuk az Európai Uniós pénzek érkeznek nagy volumenben. Lehetne úgy, hogy az egyéb típusú import csökken, és persze lehetne, hogy ez lenne egyébként Magyarország számára a legjobb, hogyha visszaesnének az energia ezenből a földgázárak. Ugye az utóbbi, amire abszolút nincsen ráhatásunk, tehát tényleg ez egy piaci adottság vagy körülmény, amit nem tudunk befolyásolni. Azt tudjuk befolyásolni, hogy milyen az import ezenből a fogyasztási cikkimport, ugye különböző mechanizmusokon keresztül. És az Európai Uniós pénzek is így váltak fontossá. Messze nem lenne ennyire meghatározó ez a most devizapiaci szempontból az EU-s pénzek helyzete, ha egyébként nem lenne ez a külkereskedelmi mérleg hiány.
az egy kellemetlen komponense talán a történetnek, hogy a beszélgetés legelején érintett Japán példával egyetlen lehetséges dimenzióban összevetjük. Ott ugye a monetáris politika nagyon kilóg a világtrendből, és ez okozza a ilyen gyengülését, olyan erős gyengülését, hogy már csak intervencióval lehetett megfékezni. Ami pedig a magyar monetáris politikát illeti, az most már a leghéjabb a egyik a világon, legalábbis ami a kamat szintet illeti, de tulajdonképpen a kamat emelés dinamikáját is talán. Tehát itt arról van szó, hogy azokat a problémákat, amiket a Tamás említett, azt most kamattal lehet ellensúlyozni. Tehát most az MNB tartja két kézzel az árfolyamot. Igen, hát hogyha felmerül valakinek a kérdés, hogy mi lesz a forinttal, vagy mi lehet a forinttal, akkor azt gondolom, hogy az látszik, hogy a jegybank egy elég komoly szigorítási stratégiával próbálja az árfolyamot stabilizálni. Ez nyilvánvalóan a belső fogyasztást vissza fogja vetni, és akkor nem beszéltem mondjuk az energiahelyzet miatti recesszióról. Tehát ennek azért lehetnek a devizamérleget javító, vagy lesznek is a devizamérleget javító hatásai. Az igazán nagy dobás az az lenne, ha az energiárak stabilizálódnának, magyarul leesnének oda. Hát nem is oda, ahol voltak az ukrán háború előtt, de mondjuk közelítenék azt. Az Európai Uniós pénzek azok tudják stabilizálni a cash flow-t egy pár évre, de valójában az alapproblémát nem oldják meg, tehát mindenképpen az kellene, hogy vagy az exportot növeljük, az importot csökkentjük, ezt ugye lehet volumen és ár segítségével megtenni. Én azt gondolom egyébként, hogy ezek valamilyen kombinációja fog bekövetkezni. Tehát sok mindenben lesz változás, és akkor ez majd stabilizálhatja a forintot. Egy dolog nem lenne jó, hogyha a földgázára ismét emelkedésnek indulna, és egy tartós külkereskedelmi mérleghiány alakulna ki. Ugye azért azt látni kell, hogy ez nagyon érdekes, hogy ez az egész földgáz ár, amit Magyarország valószínűleg fizet, ez egy ezen a holland gáztőzsdén alakul ki, ahol viszont az európai kereslet kínálat alakítja az árakat. Tehát egészen érdekes, hogyha mondjuk felpörülne az amerikai földgáz export Európa felé, és mondjuk az afrikai LNG terminálok is beindulnak, és mondjuk Ausztrália is többet szállít, és mondjuk a japánok beindítják az atomerőműveket, szerintem rendkívül érdekes, hogy ilyen messzi esemény tud ránk hatni. A japánok beindítják az atomerőműveket, kevesebb LNG-t importálnak, ezáltal megnő az LNG kínálat Európában, cseppfolyós földgáz kínálat Európában, leesik az ár, ez a magyar gazdaságnak rendkívül jót tenne. Tehát, csak hogy a gondolati sort itt zárjam, ha japánoknak sikerül visszakapcsolni az atomerőműveket a következő fél évben, amire van szándék, meglátjuk, hogy műszakilag meg jogilag ez sikerül-e, akkor lehet, hogy ez elhozza, vagy segít abban, hogy a forint erősödjön. Ugye, nem is gondolnánk, hogy egy ilyen távoli eseménynek lehet egy ilyen hatása, pedig itt, ebben a globalizált világban elképesztően összefügg minden. És azért is jó lenne, hogyha minden többen szurkolnánk együtt a japán nukleáris technológia mérnököknek, hogy haladjanak a dolgokkal, mert a kamattal is hasonló helyzet, mint az intervencióval, amit a Tamás említette a beszélgetés elején, hogy ideig óráig lehet intervencióval játszadozni az árfolyammal, ideig óráig lehet extrém magas kamatfelárral megtartani az árfolyamot, csak aztán az történik, hogy átárazódik az adósság, az államadósság, és onnantól kezdve nagyon nehéz elhitetni a piaccal azt, hogy ez további jelentős leértékelődés nélkül menedzselhető adósságpályát eredményez. Igen, hát egy dolog azért látszik így tényleg zárszóként, hogy elképesztő feszültség van a devizepiacokon, ugye a kamatpolitikák, a konjunkturális különbségek, inflációs különbségek miatt. Tehát egy dologban biztosak lehetünk, ha már nem is akarunk árfolyambecslést vagy értékeket adni, hogy mire számítunk, mert tényleg rendkívül nehéz, hogy ez a devizapiaci volatilitás, heves mozgás, amit láttunk 2022-ben, ez fel fog maradni az év végéig, és valószínűleg 2023-ban is, hogy erre mindenképpen érdemes készülni. Ha tetszett ez a podcast, akkor iratkozzatok fel Concord csoport nevű YouTube csatornánkra, illetve a Concord podcastra a Spotify, az Apple és a Google podcaston, illetve írásainkat olvassátok a concordblog.hu-n. Tomi, Krisztián, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Sziasztok.